szerintem most nagyon masszív volt a hátulja, Gévai Zsolt nagyon jól összetartotta ott a közepét, és hát a középpás védekezésünk sem működött olyan rosszul egyébként. A Papp Kristóf korai kiválása az mondjuk problémát okozhatott volna, de a Windeker a padról nagyon jól szállt be, és tökéletesen megoldotta a feladatát. Nagyon sok labdát szereztünk középpályán, abból indultunk, egyből kezdeményeztünk. Én azt hiszem, hogy ez volt a kulcsa ennek a mérkőzésnek, hogy sokat volt nálunk a labda, időnként jól is játszottunk szerintem, talán még több is lehetett volna ebbe. Én azt gondolom, hogy minden olyan dologgal segítettük ma az ellenfelet, amivel lehetett. Ugye vártuk azt, hogy a szünetbe bejövünk, és átbeszéljük a dolgokat, erre kapunk egy 11-es gólt, és ahogy kimentünk, utána olyan buta hibát követünk el, ami számomra értetetlen, meg lett beszélve, hogy hátul nem rizikózunk, nem hibázunk, nem próbálunk megpasszolni olyan szituációban, mint nem kell. Hát sikerült az ellenfélnek összehozni három olyan gólt, amivel eldöntötték a mérkőzést, hogy ebben szempontból gratulálok nekik. Viszont nekünk nagyon nagy feladatunk van, talpra kell állni a jövő hét végére, mert ez az elmúlt két hét, ez nagyon rosszul nézett ki.